A róka szabadulása a kútból, esti mese, népmese. Egyszer a róka elment valami fogához valót keresni. Ahogy ment, beletekintett egy kerekes kútba, látta, hogy a kútban egy egész sajt van. Most azon spekulált, hogy kellene abból jól lakni. Látja, hogy a kútba két vödör jár, kiokoskodta ő, hogy az egyikbe beleül, és jól lakik sajtal. Mikor lement, látja, hogy a hold sugara süt a kútba. Most már kijött volna, de hogyan? Egyszer aztán arra ment a farkas, belenézett az isakútba. Mit csinálsz, róka koma? Kérdezte. Ej, most jól lakok sajtal. Hát, azt mondja a farkas, hozzá nekem is. De hogy viszek? Ha akarsz enni, gyere le. Hát, hogy menjek én innét le. Kérdi a farkas. Ahogy én jöttem. Ülj bele a másik vödörbe, aztán gyere le, te is jól lakhatsz, mint én. A farkas se volt reszt, beleült, és mivel ő nehezebb volt, lement, a róka pedig a másik vödörben feljött. Mikor aztán a farkas leért, akkor látta, hogy becsapta a róka.